Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Lifták Péter vagyok. A reformáció napján minden esztendőben tudományos napot rendeznek a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Az idei program azonban még nagyobb szabású volt az eddigieknél, hiszen hivatalosan is birtokba vették a felújított új iskolaszárnyat. A 150 millió forintos beruházás eredményeként a növekvő tanulói létszám elhelyezési problémái is megoldódnak. A reformáció egy olyan lelki folyamat volt több mint 500 évvel ezelőtt, ami megújította Európát és benne az egyházat. Arról ma is sok szó esik, hogy ráférne egy hasonló megújulás Európára és egyházaira, mondta Gáncs Péter, evangélikus püspök. Én azt hiszem, hogy a reformáció nem csak így októberben aktuális, az a hitünk, evangélikus hitvallások szólnak is erről, hogy Isten az ő egyházát megtartja és megújítja. Hát megőrzi és megújítja, tehát vannak hagyományok, amiket meg kell tartani, és mindig kell kerestünk az új utakat, és azt hiszem, hogy a 21. században nagyon nagy szükség van arra, hogy az egyház megtalálja az új utat, hangot a mai kor emberéhez. A legfontosabb a fiatalok bevonása az egyház kötelékébe, de az kérdés, hogyan tud hangot találni, fogalmazunk úgy, hidat verni egymáshoz egy hagyományaira büszke egyház és egy modern világban eligazodó ifjú. Hát azt hiszem az a nagyon fontos, hogyha a fiatalok kérdéseit megismerjük és komolyan vesszük, tehát nem egyszerre mi akarunk válaszokat osztogatni, hanem figyelünk rájuk, meghallgatjuk őket, nagy szüksége van a fiataloknak arra, sokszor sajnos nincs meg a családi háttérse, vagy nincs idő a családban a gyermekek, fiatalok meghallgatására, tehát hogy a generációk között legyen őszinte párbeszéd, és hogy az egyház azon a nyelven tudja megfogalmazni a rábízott isteni jó hírt, evangéliumot, amit meg is értenek a fiatalok. Ez bizony egy komoly kihívás és feladat. Én azt gondolom, hogy ha azt érzik a fiatalok, hogy nem lekezeljük őket, nem kioktatjuk, hanem szeretjük őket, ez a kulcsszó, és szeretnénk egy közös nyelvet találni, akkor valószínű, hogy ez megoldható, ez egyfajta hídépítés, mind a két oldalról kell építeni a hidat, kell, hogy a fiatalokban is legyen az egy bizalom az idősebbek felé, és az idősek se gondolják, hogy ők mindent jobban tudnak. Több helyen már azért összeélnek a pillérek, de azért van még mit javítani ezen a hidon. Az ünnepség ezúttal nem csak a hitéletről és az ilyenkor szokásos tudományos előadásokról szólt, hanem arról is, újabb elemmel korszerűsödik a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium infrastruktúrája. Most hát hál' Istennek, itt ebbe a csökkenő gyereklétszám, születő gyereklétszámnál az iskolának, a kollégák lelkiismeretes munkájának köszönhetően nagyon jó a megítélése is, hát tanterem hiánnyal küzdöttünk, és ezért volt szükség erre a beruházásra. Nyilván ez egy ilyen édes teherként vonul be az életünkbe. A beruházás jelentős hányada önerőből készült el, mondta Andorka Gábor igazgató, de természetesen az állami támogatásra is szükség volt a közel 150 milliós fejlesztés lebonyolításához. Az állam és az egyházi iskolák közötti finanszírozásnál, bár erről sokan nem tudnak, az állami iskolába tanuló gyerek összességébe többe kerül a magyar államnak, és egy kompenzáció, egy úgynevezett kompenzációba egy két évvel később, itt a költségvetési törvénynek köszönhetően rendelkezésre áll minden fenntartónak, ez nem csak az egyház, hanem a más magánfenntartókról is beszélek itt, és akkor ebből képződik egy úgynevezett tartalék alap, amiből a fenntartó eldönti, hogy hol és milyen stratégiai beruházásokat valósít meg. A reformáció napján az iskolában az ünnepi alkalmakat követően tudományos előadások zajlottak, ahol a meghívott vendégek jelentős része a 22 előadásból 12-ben akadémiai tagok szélesítették a hallgatóság tudományos ismereteit és tudását a világról. 97 produkciót hallgathatott meg a zsűri a hagyományos, immár 19. alkalommal megrendezett Halmos Béla népzenei találkozón. A résztvevők azt mondták, mindannyiuk életében kiemelt fontossággal bír a népzene és a hagyományok ápolása. A Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 19. alkalommal rendezte meg a Halmos Béla országos népzenei találkozót. A versenyt két évente rendezik meg Bonyhádon, és már 38 éves múltra tekint vissza.
az idei különlegessége, amellett, hogy majdnem fél évszázada ugyanolyan nagy érdeklődés van a találkozó iránt, hogy az előző év folyamán a járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani a rendezvényt, így a már hagyományos program 3 év kihagyást követően került újra megrendezésre. A 19. országos népzenei találkozóra igazából az elmúlt évben került volna sor, sajnos közbeszólt a járványhelyzet, és nagyon izgultunk, hogy vajon 3 év után, mert ugye ezt a rendezvényt 2 évente tartja amúgy intézményünk, vajon 3 év után sikerül-e megrendeznünk, és hál' Istennek azt mondhatom, hogy egy gyönyörű őszi hétvégén nagyon nagy számba jelentek meg itt versenyzők. 110 produkciót regisztráltak előre, néhányan betegség miatt visszamondták, de azt gondolom, hogy a második nap végére így is körülbelül 100 produkciót fog hallani a zsűri. A versenyre együttesek és szólisták egyaránt jelentkezhettek gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában, és az ország szinte minden tájáról érkeztek is jelentkezőkre, akik időt és energiát nem sajnálva készültek a fellépésre. Az előadók közül szinte mindenkinek az életében kiemelt szerepet tölt be a zene. Az énektanárom Tóth Dorottya ajánlotta, hogy induljak ezen a versenyen, és akkor mit kaptunk az alkalmon. Én is, meg ő is, és együtt készültünk erre. Volt, aki nem csak a saját előadásával állt a színpadon, hanem többször másokat kísérve újra és újra feltűnt a zsűri előtt. Az iskolámban értesültem a versenyről, a székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnáziumból. Azért indultam rajta, mert szerettem volna így a többiekkel összemérni a tehetségemet, hogy hol tartok. A zsűri élvezettel hallgatta az összesen 97 jobbnál jobb produkciót, és bár nehéz feladat elé voltak állítva, mindenki megkapta az őt megillető figyelmet. A zsűri elnöke Eredics Gábor, Kossuth díjas népzenész, szerkesztő, a Vujicsics együttes vezetője, a Zeneakadémia adjunktusa volt. Jó régóta megy ez a rendezvény, sok-sok évtizede, és az az érzésem, hogy erre az egyik legnagyobb szüksége van a művészeti iskoláknak, hogy ez a Bonyhádi találkozó, ez minden alkalommal fogadni tudja őket. Most, hogy a járvány időszak alatt ez egy nagyon problémás és sokunk számára aggodalmat adó helyzet, és azt hiszem, hogy a művészeti iskoláknak nem csak a tanárai, hanem a növendékek is nagyon várták már, hogy ide eljöhessenek. Így vagyunk ezzel mi is a zsűri tagjai is. Minden évben van valami olyan meglepő dolog, illetve minden alkalommal így mondanám helyesebben, van olyan meglepő dolog. Most például nagyon különleges volt, hogy a fiatal muzsikusok szinte a felnőttek repertoárját tudják ide elénk hozni, és nagyon sok esetben igen felkészülten, és ahogy is mondjam, a 100%-os szinthez egészen közel. A Kossuth díjas népzenész elmondta, a zeneoktatásnak és a családoknak egyaránt fontos szerepük van a népzene világában. Amikor a néprajzi környezete, az életmód már nem kedvez az úgynevezett organikus átadásnak, tehát amikor apáról fiúra, anyáról leányra adódik át a hagyomány, akkor az iskola rendszer nagyon sokat tud ezért tenni. No persze azért ne írjuk le a családokat, mert akiket itt most nagyon szép produkcióban hallhattunk, ott legtöbbször egy rendkívül támogató családi háttér is segíti ezt a nagy fejlődést. És persze azok a közösségek, sokszor táncegyüttesek, énekes közösségek, citarazenekarok, a legkülönbözőbb formációk, amelyek azt bizonyítják, hogy ez a művészeti ág, ez nem valamiféle nosztalgia jegyében van jelen napjainkban, hanem ma is egy nagyon aktuális, hogy ilyen ellentétet használja, korszerű kifejezési módja a fiataloknak. A népzenei találkozót a hagyományos és nagy sikerű közös táncház zárta.
Az elmúlt években végzett sportcélú fejlesztések eredménye az lett, hogy Bonyhádváros kiérdemelte a sport létesítményekért emlékdíjat, melyet egy szakmai bírálóbizottság adományoz minden esztendőben. A díj a sportszakmai körökben jelentős marketingértékkel bír, mondta Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója. Az elmúlt néhány évben jelentős sportcélú beruházás zajlott Bonyhádon. Eddig csak a sportcsarnok átépítésére, az atlétikai pálya korszerűsítésére vagy a labdarúgó pálya átépítésére gondolni. Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 2021. október 19-én Bonyhádváros önkormányzatát sportlétesítmények emlékdíjjal tüntette ki. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés a városnak is, illetve a Bonyhádi Sportcentrumnak is, hiszen ezzel elismerték gyakorlatilag azt a munkát, amit az utóbbi években a város végzett a városban, sportinfrastruktúra fejlesztés területén. Ugye, aki jön a városba, mindenki látja, illetve aki régi motoros és nagyon a sportban jártas, nagyon örül neki, hogy az utóbbi években tényleg ilyen hatalmas fejlesztéseken mentek keresztül a létesítményeink. 2018-ban a sportcsarnok vált európai színvonalúvá, tavaly pedig a sportpálya és a hozzátartozó szálláshelyek kaptak új arculatot és teremtöttek lehetőséget a helyi versenyzőknek és a civil felhasználóknak. A város pedig az egyik központja lehet a vidéki edzőtábori hálózatnak. Mindezen túl nagyon sokat tesz a város a sportfejlesztését, hiszen támogatja az egyesületeket, fenntartja őket gyakorlatilag, és próbálunk minden egyes olyan lehetőséget kihasználni, ami itt marad a városban és fejleszti a létesítményeinket. A szövetség az figyelemmel kíséri, hogy az országban milyen fejlesztések valósulnak meg sport területén, és gyakorlatilag Tompa Andor elnök úr hívott föl, nagyon megörültem neki még szeptemberben, hogy arra gondoltak, hogy látják azt, hogy Bonyhádon mi történik az utóbbi években, és arra gondoltak, hogy szeretnék a városnak adni ezt a díjat. Ez nagyon nagy elismerés, hiszen gyakorlatilag az Egyesület 1991 óta működik, tehát most volt 30 éves az Egyesület, 2005 óta osztják ezt a díjat, és olyan önkormányzatot kapták meg, mint például Debrecen, Szeged, Tiszaújváros, tehát nálunk jóval nagyobb települések, és ez ezért is hatalmas szó egy 13 ezeres kisváros életében. A díjnak jelentős sportmarketing értéke van, mondja Köllő Roland, hiszen az adományozó szervezet küldetésében az érdekérvényesítés is szerepel. Ennek megfelelően az elismerést kapó önkormányzatok számíthatnak támogatásra. Igazából ez nekünk egy elismerés, én azt gondolom, hogy mi ezt megkaptuk, ezt a díjat, és az arra egy elismerés, hogy jó úton járunk, és ezt az utat szeretnénk folytatni. Számos terveink vannak még, éppen a minap egyeztettem polgármesterasszonnyal, és újabb ötletekkel álltunk elő, hogy mit lehetne még egy kicsit, milyen területen lehetne még egy kicsit fejleszteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton járunk, de szeretnénk tovább folytatni ezt a dolgot. Sokakat érintő téma a demencia. Ennek okán szervez rendszeresen előadásokat a Bonyhádi Demencia Barát Klub. A csoport most Lászlóné Gergely Reginát, gyámügyi szakembert kereste fel, hogy gondnoksági és gyámhivatali kérdéseket válaszoljon meg. 2018. januárjában alakult Bonyhád városában a Demencia Barát Klub. Kiskelemen Eszter, a csoportvezetője azt mondja, az Egyesület a demenciával élők hozzátartozóinak részére hivatott segítséget nyújtani, informatív és önsegítő jelleggel. Minden hónap harmadik szerdáján 5 órától vannak a foglalkozásaink itt a művelődési házban Bonyhádon. Az előadások egyik alkalom szüli a másikat, tehát mindig az aktuálisan felvetődő témából igyekszünk meríteni a következő alkalommal, és így volt ez a korábbiak során is. Így felvetődött a kérés a csoporttagok részéről, hogy gondoksági és gyámhivatali kérdésekkel foglalkozzunk. Megkerestük az illetékeseket, és nagyon pozitívan és támogató jelleggel álltak hozzánk, így a mai napra Lászlóné Gergely Regina, a járási hivatal, gyámhivatali dolgozója vállalt el a felkérést, és nagy örömünkre ő fogja a mai előadást megtartani. Fú,
fontos, hogy ilyen tájékoztatást nyújtsunk, és ezt a csatornát is megragadjuk arra, hogy azokat az embereket tájékoztassuk, ahol a családjukban demens hozzátartozók vannak. Ez egy elég szenzitív jogintézmény, hiszen korlátozzuk az érintett személynek az önrendelkezési jogát, de mégis vannak olyan helyzetek, amikor muszáj ehhez az eszközhöz folyamodni, amikor sérülnek az ő jogai, akár tehát az ügyei, és ezért fontos az, hogy akkor a jog egy védelmet nyújtson számára, akár a vagyona, akár a jövedelme intézményi elhelyezés szempontjából fontosak ezek, hogy akkor gondnokság alá kerüljenek ezek az emberek. Egyébként meg nyilván a másik oldala viszont az, hogyha van egy olyan szerető, támogató család a beteg ember környezetében, akkor ez talán gondnokság nélkül is megoldható, és hát ez a cél, nem, amint az előbb mondtam, hogy korlátozni ezeknek az embereknek az önrendelkezését. Kiskelemen Eszter elmondása szerint számos nehézséggel kell megküzdenie annak a családnak, ahol az egyik hozzátartozó demens. A tartós ápolás és gondozás az azért egy embert próbáló feladat, tehát itt nagyon fontos, és hisszük és gondoljuk azt, hogy ha a betegségről minél többet tud a gondozó személy, akkor egyszerűen könnyebb a betegséggel való megküzdés, hiszen azért ez a gondozó családtag számára is egy kifejezetten nagy mentális, lelki és fizikális terhet jelent a mindennapok során. A demencia az egy gyűjtő név, tehát nagyon sokféle típusát ismerjük és tartjuk számon. Leggyakoribb formája egyébként ez az Alzheimer típusú demencia, túlnyomó részét vagy a jelentős részét az összdemenciák közül ezt teszi ki. Itt egy időskori szellemi leépülésről beszélünk, ami folyamatos funkcióvesztésről jár, ami sajnos egy vissza nem fordítható és folyamatos rosszabbodással járó progresszív folyamat. A lassítás az, ami egy reális cél, és itt azért nagyon fontos a betegség mielőbbi, minél korábbi diagnosztizálása, hogy felkészülhessen, időt nyerhessen mind a beteg, mind az őt gondozó család. Ugye itt fel kell készülni, előre végig kell gondolni különböző történéseket, illetve magát a folyamatot, vagy szerencsés esetben ez így történik, ám ez sajnos még nagyon ritka. Az előfordulási gyakorisága az életkor előre haladtával jelentős mértékben nő. Gyakorlatilag azért a 80 év felettiek körében intenzíven van jelen, viszont mára már a fiatalabb korosztályban is egyre többször találkozunk a betegséggel. Helyismereti Szabad Egyetem címmel indított új programsorozatot a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. Ezúttal Filó Tamás történelemtanár tartott előadást, a Völgység történeti vallásföldre az a témakörben. Bemutatni a Bonyháthoz köthető szellemi, kulturális örökségeket, értékeket. Ez a legfőbb célja a Vörösmarty Mihály Művelődési Központnak a közelmúltban indított Helyismereti Szabad Egyetem című programsorozattal. Az intézmény az iskolán kívüli tanulás egyik fontos helyszíne, mondja az igazgató helyettes. A Helyismereti Szabad Egyetem a Bonyhád összekött pályázat része. Annyiban javítanék, hogy nem ez az első előadás a programsorozaton belül, ugyanis szeptemberben dr. Füller Imre tartott előadást a Magyar Tarka a Bonyhádi vonatkozásai címmel,
Egyébként a tematika összeállítása során nagy mértékben tudunk támaszkodni a Bonyhádi Értéktárbizottság munkájára. Az általuk összeállított lista egyébként elérhető bárki számára a Bonyhád város weboldalán. Ezt mindenkinek ajánlom, hiszen rendkívül informatív módon ismerhetők meg a városunkhoz köthető különböző szellemi, kulturális örökségek és értékek. Egyébként a művelődési központ, mint közművelődési intézmény, a nonformális, azaz iskolán kívüli tanulásnak fontos közege, és ebbe a koncepcióba jól illeszkedik a Helyismereti Szabad Egyetem, ugyanis egy bárki által és ingyenesen látogatható rendezvénysorozatról van szó. A programok megközelítőleg 60-70 percesek, ezt követően pedig a hallgatóságnak lehetősége van kérdéseket feltenni az előadónak, így válik interaktívvá a Helyismereti Szabad Egyetem, ahol ezúttal Filó Tamás történelem tanár tartott bemutatót a Völgység történeti vallásföldrajza témakörben. A pályázati program az egyébként 2021 végéig fog tartani. Novemberben már van egy lekötött előadásunk, dr. Dobos Gyula fog érkezni, aki a Percelek című kötet szerzője. Ebből már nem nehéz kitalálni, hogy ő a Percel család bonyhádi vonatkozásairól fog tartani egy PowerPointos bemutatót. Decemberben még mindenképp tervezünk egy előadást, vannak is ötleteink, ilyen egyébként Vörös Marti és Illyés Gyula bonyhádi vonatkozásai, vagy a cipőgyár és az omázgyár története, de nyitottak vagyunk a lakosságnak a javaslataira is, ami a témaválasztásokat illeti. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!